Lecsapott a vihar, a vármegyében 23 helyen avatkoztak közbe a tűzoltók, Újfehértóról pedig 19 bejelentés érkezett, főként kidőlt fák és leszakadt faágak miatt. 500 milliós beruházás elkezdődött a Nagyecsedi Vasút utcai óvoda teljes körű felújítása. Szenzációs szaporulat, észak-kínai leopárd hármas ikrek születtek Nyíregyházán. Több helyen jelentős károkat okozott a szerda délután érkezett vihar Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Összesen 23 helyen kellett közbeavatkozni a tűzoltóknak, csak Újfehértóról 19 bejelentés érkezett a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. Ott a kidőlt fák és leszakadt faágak okoztak főként gondot, de a viharos szél több lakóépület tetőszerkezetét is megbontotta. Még a javítási munkálatokat is szitáló eső közben végezték a tűzoltók ennél az újfehértói lakóháznál csütörtök délelőtt. Az ingatlanban bő fél nappal korábban tett kárt egy hirtelen jött és gyorsan átvonuló vihar. A hatalmas erejű szél az épület tetőszerkezetét bontotta meg, és még az egyik ablakot is betörte. A tulajdonos az udvaron, az autójában ülve várakozott a vihar idején, azt követően szembesült a történtekkel. Éltem, egyedül lakok itt sajnos, de kint voltam a hodályba, mivel egy épület, az autóba ültem, ki sem mertem szállni. Csak hallottam, hogy a szirénák mennek itt állandóan, meg a fákon csavartattuk, éltem, még ezt is kitöri, de ez megúszta. Aztán, mikor csendesedett, akkor jöttem előre, és akkor vettem észre, hogy cserepek a szomszédba vannak, meg az ablakon kiszentem, hogy tört, meg van itt egy oszlop, azt kiöntötte, vagy kidöntötte, mondjuk az nem volt fogadva, csak feszített tetőt. Legalább 4-5 sírt tett tönkre egy kidőlt fa és egy hatalmas leszakadt faág az újfehértói temetőben. A városban több helyen jelentős károk keletkeztek. A Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz csak innen 19 bejelentés érkezett szerdán. Délután 4 óra körül csapott le a városra egy, még a régi öregek által sem látott vihar, ami hatalmas károkat okozott a város intézményeiben és magántulajdonú ingatlanéban is. Rengeteg fát csavart ki tövestől, tehát hatalmas átmérőjű fákat is tövestől fordított ki a szél. A temetőben is több sír megsérült ilyen fa kidőlés következtében. Mentőállomásunkra ráborult az udvaron álló fa, illetve nagyon sok magánlakásnál jelentkezett a probléma. Tetőt szedett le információim szerint, meg a lakosok tájékoztatása alapján, illetve több helyen is a fa rádőlt az épületekre. A magánszemélyeknek felajánlottuk a segítségünket, akár építőanyagban, akár anyagi segítséget nyújtunk a legszükségesebb helyreállítások elvégzéséhez. Tegnap délutántól folyamatosan ízlik a telefon, úgyhogy folyamatosan zajlanak az egyeztetések. Zajlik a kárelhárítás, nagyon sok fát kell a szakembereknek eltávolítaniuk, ami komoly munkát igényel az érintettektől. A vármegyében további 3 településen kellett még károkat elhárítania a tűzoltóknak. Jánkmajtison szintén nagyméretű fa ága szakadt le, ott a fehérgyarmati és a kisvárdai hivatásos tűzoltók avatkoztak be. A kisvárdai egységek mezőladányban is úttestre dőlt fákat távolítottak el, Nyírturánál pedig a nyíregyházi hivatásos tűzoltók távolították el a forgalmi akadályt okozó fát. Jövő hét hétfőtől egészen augusztus 20-áig ítélkezési szünetre vonul a nyíregyházi törvényszék, ahogy minden évben idén is a bíróságok napjához kötve kezdődik az a több mint egy hónapos időszak, amely során a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat. A törvényszék közleménye kiemeli, a polgári peres ügyekben a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama, így például, ha a bíróság a határozatában 15 napot biztosít egy nyilatkozat megtételére, és a határozatot az ügyfél július 14-én pénteken veszi át, a nyilatkozat megtételére egészen szeptember 5-éig van lehetősége. Ez alól vannak kivételek, például a végrehajtási perek, sajtóhelyreigazítási perek, csőd és felszámolási ügyek.
van arra lehetőség, hogy a peres felek közösen kérjék a bíróságot, az ítélkezési szünet tartama ne számítson be a határidőkbe. Büntetőügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladatukat, itt az ítélkezési szünet nem befolyásolja a határidőket. A bírósági kezelő irodák ezen időszak alatt nyitva tartanak, ügyfélfogadást tartanak a megszokott munkarend szerint. A bíróságokon ügyfélsegítő napok működnek, ezek sem szünetelnek az ítélkezési szünet tartama alatt. Ez azt jelenti, hogy a megye valamennyi bíróságán szerdai napon 8-tól 16 óra között a jogkereső állampolgár kérhet segítséget a bírósági dolgozóktól. Van azonban egy új szabály, ez csak előzetes időpontfoglalást követően teheti meg 2023. július 1-e óta. Előzetes időpontot pedig vagy a Nyíregyházi Törvényszék honlapján szereplő elektronikus kapcsolattartási címen lehet kérni, vagy pedig valamennyi bíróság központi telefonszámán lehet egyeztetni, hogy mikor fogadja a bíróság az ügyfelet. 500 millió forintból teljesen megújul a Nagyecsedi Vasút utcai óvoda épülete, kicserélik a nyílászárókat, korszerűsítik az energetikai rendszert, új vizes blokkot, mosdókat, tornaszobát és fedett teraszt alakítanak ki. Felújítják a játszóudvart, valamint készségfejlesztő eszközöket szereznek be. Az akadálymentesített épület telek határán belül és kívül is parkolókat alakítanak majd ki. Akár egy lepusztult gyárépület is lehetne, viszont ez a Nagyecsedi óvoda felújítás előtt álló Vasút utcai épülete. Tavasszal 4 csoport átköltözött a Veselényi úti telephelyre, mivel az önkormányzat egy 2022. januárjában benyújtott pályázaton 500 millió forintot nyert a teljes körű felújításra. Ez egy nagyon-nagyon régi álma már a nagyecsedieknek, hiszen 10 évvel ezelőtt a telephelyét kompletten felújítottuk a Veselényi úton, és egy nagyon modern 21. századi óvodában fogadja ott a gyerekeket. És hát a székhely települése itt a vasúton, ez hát már 60-70 évvel ezelőtt épült, és igazából érdemi felújítást nem sikerült azóta megvalósítani az épületen. Számos helyen volt problémás, beázások, szigetelés, fűtéskorszerűtlen, és a többi sorolhatnám hosszasan a problémáit. Kisebb-nagyobb felújítás sokkal próbáltuk életben tartani, de hála jó Istennek az elmúlt évben a területi operatív program segítségével 500 millió forint fejlesztési pénzt sikerült az önkormányzatnak pályázati forrásból elnyernie, és ennek a forrásnak a segítségével valójában kompletten megújul az óvoda épülete. Aki most itt járt a mai megnyitón, jól láthatta, hogy tulajdonképpen a főfalak maradtak meg az eredeti épületből. Burkolatok, komplett technológia, fűtés, új funkciókkal, tornateremmel, egészségügyi szobákkal, pihenőkkel, olyan funkciókat is kap az óvoda, amivel eddig nem rendelkezett. A megyei közgyűlés alelnöke szerint az oktatásba, nevelésbe befektetett források később többszörösen térülnek meg. Ha Nagyecsedről beszélünk, akkor egy példaértékű városról beszélünk itt a Vármegyében, és nagyon jó látni azt, hogy valóban koncepció mentén és olyan fejlesztések valósulnak meg, amelyek mind-mind a jövő felé vezető úton viszik a várost. És hát a mai beruházás, ugye, ahol itt vagyunk, amely elkezdődött már, az pedig egy óvodafejlesztés, és ez mindig a legfontosabb fejlesztések egyike, hiszen az oktató-nevelő munkába történt forintok befektetése úgy gondolom, hogy a legjobban megtérülő befektetés. És ráadásul egy óvodát, hogyha nézzünk, akkor ez az időszak egy gyermek életében, amely talán a legmeghatározóbb, és itt olyan ingerek és olyan körülmények kell, hogy érjék és vegyék körbe, amelyek segítik mind a saját fejlődést, mind pedig az oktató munkának valóban a legjobb hasznosulását, és ezért örülünk annak, hogy a mai napon itt Nagyecseden a jövő építésével találkozunk egy óvodafejlesztés formájában. A térség országgyűlési képviselője szerint a hasonló beruházások több szempontból is meghatározzák egy település jövőjét. Azt gondolom, hogy egy kisváros életében, mint Nagyecsed, a városiasodás folyamatába illeszkedik, hogy szebb és jobb környezetet teremtsünk, és nagy boldogság tölt el, hogy Nagyecsed város megnyerte azt a top plusz forrást, amelyben egy óvoda központi telephelyének felújítása van. Ha ránézünk, látszik, hogy ez nem az idei, vagy nem mostanában tervezett, ez egy régi lapos épület, és azt gondolom, hogy a fiatalok, a gyerekek jövőjét meghatározó beruházásról van szó, tehát egy település jövőjéről is van szó, hiszen ennek az a gyerekek, hogyha
jobb környezetben, szebb környezetben nőnek fel, akkor azt gondolom, nagyobb esélye fognak itt maradni, hiszen a nagyecsediek itt tartása, az életminőség javítása a legfontosabb cél, és minden ilyen beruházással ezt a célt szolgáljuk, hogy jól érezzék magukat az emberek azokon a településeken, ahol élnek. A munkálatok a tervek szerint az év végére be is fejeződnek. A 4 csoportnyi gyerek jövő tavasszal térhet majd vissza a teljesen felújított, akadálymentesített óvodába. Holnaptól mindenki számára elérhetőek a Vidor Fesztivál színház jegyei, augusztus utolsó péntekétől 9 napon át rendezik meg, immár 22. alkalommal a Vidámság és Derű országos sereg szemléjét Nyíregyházán. A szervezők szerint ilyen erős mezőny még nem volt a rendezvényen. Ezek korábbi felvételek az évente átlagosan több mint 100 000 látogatót vonzó Nyíregyházi Vidor Fesztiválról. Idén 24 színházi produkció látható augusztus 25-től szeptember 5-ig. Az értékesítés szerdán kezdődött, a hagyományok szerint először a VIP bérletesek vehették meg a jegyeket. Tegnapi nap folyamán a Vidor Fesztivál jegyeit elkezdtük árusítani. Az első napon csak és kizárólag a VIP bérleteseink vehettek jegyeket. A mai napon már a többi bérletesünk is, és holnaptól bárkinek lehetőséget biztosítunk a jegyirodában, és 2 órától pedig online is elérhetőek lesznek a jegyeink. A fesztivál versenyprogramja a korábbi évekhez hasonlóan 9 napig tart. A nagy színpadon, a kamaraszínpadon, illetve a színpadban is lesz versenyprogram, valamint a szabadtéri színpadon is 4 előadást műsorra tűzünk, ezek között is lesz egyébként versenyprogram. Összességében azt kell mondjam, hogy ilyen erős mezőny talán még soha nem volt, lehet, hogy nem is volt, mind az előadásokat, mind pedig a színészeket tekintve. Én nagyon bízom benne, hogy a nézőink is elégedettek lesznek a meghirdetett műsorral. A színművészek közül többek között Bodrogi Gyulát, Kern Andrást, Hernádi Juditot, Molnár Piroskát, Mucsi Zoltánt, Hegyi Barbarát láthatja színpadon a közönség. A fesztivál színházi része a Karinti Színház Nagymester című darabjával kezdődik. Mindenképp kiemelném a Víg Színháznak az Apa című előadását, amiben Kern András játssza a főszerepet, de ő játssza egyébként az Orlai produkcióban, a Kalamazóban is, Hernádi Judittal kiegészülve, ami feltétlen említésre méltó Nagy Sándornak a játékszínben az egyszemélyes darabja, ahol összesen 40 szerepet fog eljátszani. De Mucsi Zoltánt is kiemelném, aki szintén 2 előadásban mutatkozik be most a Vidor Fesztiválon. A szolnoki Szigligeti Színháznak a fösvényében, illetve abban a Linen szépében, amit néhány évvel ezelőtt mi is játszottunk, meglepő módon az idős hölgy szerepét fogja Mucsi Zoltán művész úr játszani. De sok ismert darab látható lesz még, ami a közelmúltban nagy sikerrel ment Nyíregyházán is, ilyen az Oscar, Balfácánt vacsorára, vagy a miniszter félrelép, tehát én biztos vagyok benne, hogy címekben is, színészekben is mindenki megtalálja a kedvére valót. A versenyprogramban többek között a Csíki Gergely Színház, a Miskolci Nemzeti Színház, a Szolnoki Szigligeti Színház, az Orlai Produkciós Iroda és a Debreceni Csokonai Színház is megmutatja előadásait. A zsűri a szokások szerint 4 főből áll, az idei évben a zsűri elnöke a vármegyei kötődésű Hegedűs D. Géza lesz. A kossuth-téri koncertekről és egyéb programokról bővebb információk augusztus 8-án várhatóak. A Mándogi piactér kínálatát ellenőrizték a pénzügyőrök, amikor észrevették, hogy népszerű márkajelzésű szabadidőruhákat, pólókat, papucsokat, trikókat és cipőket kínál eladásra egy férfi. A kereskedő arról számolt be, hogy portékái Szerbiából érkeztek, majd elárulta, hogy a termékek vételára nincs feltüntetve, azt mindig csak szóban közli a vevőkkel. A kínálatot szakértő is megvizsgálta és megállapította, hogy hamisak, és a védjegy tulajdonosának engedélye nélkül próbálták meg a termékeket értékesíteni. A mintegy 6 millió forint vagyoni hátrányt okozó árukészletet a pénzügyőrök lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt eljárást indítottak. Szenzációs szaporulat, észak-kínai leopárd 3-as ikrek születtek Nyíregyházán, a világon mindössze 52 egyedél ebből a ritka leopárd alfajból állatkertekben. Most egy hím és 2 nőstény látta meg a napvilágot, így a kicsik világra jöttével a Nyíregyházi állatparkban már 5 példányt láthatnak majd a látogatók.
Az apa állat büszkén sétál a kifutójában, a kis leopárdokat azonban még nem láthatja a közönség, 4 hetesek, a napokban estek át életük első állatorvosi vizsgálatán. Megkapták a szükséges vakcináikat és egyedi azonosítóikat, majd a féreghajtás után megmérték a tömegüket. Az egyenként 1180, 1340 és 1360 gram súlyú leopárd kölykök hősiesen tűrték a vizsgálatot. Az állatkertek szerepe átértékelődött, hiszen korábban csupán a szórakoztatás volt a cél, most már azonban a faj megőrzés az egyik legfontosabb feladat, és az észak-kínai leopárd az ékes példája, hiszen egy olyan nagy macskáról van szó, ami végveszélyben van a természetben. Alapvetően a leopárdfajok jó része veszélyben van, az észak-kínai leopárd a legészaki területeken őshonos, éppen ezért sokkal vastagabb a bundája is, mint a többi alfajnak, de sajnos őt is az orvadászat, az élőhelyi irtás is tizedeli, illetve a tradicionális gyógyászatban is használják a testrészeit. Végveszélyben van, de csak a természetben, ezért az állatkertek összefogtak és elkezdték szaporítani zártartási körülmények ezt az alfajt is. Alapvetően a Nyíregyházi Állatparkban 2018-ban jött az első hímállatunk, és a tavalyi esztendőben jött hozzá egy menyasszony, és ez óriási zoológiai siker, hogy már idén egy 3 sikerrel gazdagodott a gyűjteményünk. Az Európai Fajmegőrzési Program keretében Nyíregyházán élő 7 éves hím és a 3 éves nőstény tavaly óta alkot egy párt. A hím és a 2 nőstény kölyök 102 napnyi vemhesség után jött világra. Alapvetően az a jellemző a leopárdoknak a faj fenntartására, hogy a papa és mama csak is a párzási időszakban találkozik, aztán pedig az anyaállat önállóan gondozza a kicsinyeit. Bevallom őszintén, nagyon nehéz volt megvárni azt a pillanatot, hogy az első állatorvosi vizsgálat megtörténjen, mert az anyuka nagyon védte az apróságokat, úgyhogy résen kellett lenni a ragadozós kollégáknak, hogy elválassza egy pár perc erejéig az állatot a kölykeitől. Az első állatorvosi vizsgálat során mindig van testmegmérés, megnézzük az ivarát az állatnak, alapvetően, hogy mennyire gyarapszik, illetve egyedi azonosítóval is ellátjuk, illetve megkapja a megfelelő vakcinákat is. Az orvosi vizsgálat során kiderült, amit egyébként hősiesen viseltek az állatkölykeink, hogy ma egészségesek, egy hím és 2 nőstény állattal gyarapodott a gyűjteményünk. Különlegessége egyébként, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy az összes állatkertben a világon összesen 52 egyed él a kínai leopárdból, és Nyíregyházán itt már 5 található ebből a különleges leopárd alfajból. Az észak-kínai leopárd szőrzete jóval vastagabb, mint a délebre előforduló alfajoké, testhossza 140-160, marmagassága 80-90 cm, tömege 32 és 90 kg közötti. Mint általában a nagymacskák, magányos életmódú állatok. A sikeres randevú után a nőstény egyedül neveli kölykeit. Az még egyelőre kérdéses, hogy az állatpark látogatói mikor láthatják a hármasikreket, hiszen az anyaállat óvja őket, de pár hét múlva a kíváncsiságuk előcsalogatja a kicsiket a mostani belső rejtett helyről. A Nyíregyházi Egyetem támogatásával utazik Kínába a nyári egyetemi világjátékokra a súlylökő Tóth Balázs. Az intézmény 3. éves hallgatója július 28-án utazik Chengdu-ba, ahol olyan eredményt szeretne elérni, amivel kivívja az augusztusi budapesti világbajnokságon való indulás jogát. A Nyíregyházi Egyetem fedezi Balázs teljes költségét, az utazás és regisztrációs ott léti költségét. Soha ilyen lehetőség a Nyíregyházi Egyetemnek nem volt. Voltak már hallgatóink, akik képviselték az intézményt, de most az első alkalom, hogy a Nyíregyházi Egyetemnek van olyan lehetősége, anyagi forrása, hogy támogassa a hallgató részvételét ezen a világversenyen. A Nyíregyházi Egyetem nem csak a tanulásukat, hanem a további életüket is, mint kettős karriert támogatja, akár a versenyzésüket, akár pedig a tanulmányi időszakukat. A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség néhány évvel ezelőtt kidolgozott egy Hajós Alfréd tervet, amely komoly indikátorrendszerhez kötött, és ebben nagyon fontos feladat a kettős életpálya modell támogatása a sportolók részéről, illetve az egyetemi felsőoktatási sport támogatása, a versenysport támogatása és a rekreációs sportoknak a támogatása. A beadott nevezések feldolgozása után az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatóságának illetékes bizottságai véglegesítették, hogy mely együttesek vehetnek részt a 2023-24-es bajnoki szezon megyei első osztályú bajnokságában.
A bajnok Kálus Eménese, az osztályozó nem tudott feljutni az NB3-ba, a másodosztályú bajnokok közül a Kótaiese vállalta az első osztályt, ám az Újdonbrádese és a Csengersimáért KH együttesei nem éltek a feljutási lehetőséggel. Ráadásul a 14. helyen végző Balkányese a másodosztályra adott benevezést. Így a versenyszabályzatban leírt feltöltési szabályzatot figyelembe véve kellett kialakítani a mezőnyt. A megyei másodosztály legjobb második helyén végző, ezáltal felkért, Nagykálói VS-e vállalta az élvonalbeli kihívást, a legjobb kieső Balkány a másodosztályba nevezett, a sorban következő, második legjobb feljutó, Gergely Ugornya pedig nem kívánt élni a magasabb osztályban való indulással, így a 15. helyen végző Nyírmegyes Eskára szállt az élvonalbeli jog, amivel éltek is. A megyei első osztály mezőnyét így a következő csapatok alkotják. Csenger, Ibrány, Kálósemjén, Kemecse, Kótaj, Mándok, Máté Szalka, Nagykáló, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyíregyházi Spartakusz 2, Nyírmegyes, Nagyecsed, Tarpa, Újfehértó és Vásárosnamény. Az augusztus 12-13-ai hétvégén rajtoló pontvadászat őszi szezonjának sorsolását július második felében készíti el a Megyei Igazgatóság Versenybizottsága. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Szerda délután újabb komoly vihar csapott le Szabolcs-Szatmár-Berek-Vár megye egyes részeire, a tűzoltóknak összesen 23 helyen kellett beavatkozni a viharkárok miatt, csak Újfehértóról 19 bejelentés érkezett a katasztrófa védelemhez. Ott főként kidőlt fák és leszakadt faágak okoztak gondot, de a viharos szél több lakóépület tetőszerkezetét is megbontotta. Elkezdődött a Nagyecsedi Vasút utcai óvoda teljes körű felújítása. Az 500 millió forintos beruházás során többek között kicserélik a nyillászárókat, teljes körű energetikai korszerűsítést végeznek, megújulnak a vizes blokkok és készségfejlesztő eszközöket szereznek be. Az akadálymentesített épület telek határán belül és kívül is parkolókat alakítanak majd ki. Észak-kínai leopárd 3-as ikrek születtek Nyíregyházán, egy hím és két nőstény látta meg a napvilágot, így a kicsik világra jöttével a nyíregyházi állatparkban már 5 példányt láthatnak majd a látogatók. A világon mindössze 52 egyed él ebből a ritka leopárd alfajból állatkertekben. Július 13-án csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorra legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken sok napsütésre és csak kevés gomoly felhőre számíthatunk, legfeljebb a Tisza környékén kialakuló összeáramlás mentén lehet több a felhő, arra felé egy-egy futózápor sem kizárt. Az északias légmozgás néhol megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 28 fok között valószínű.